Németbányán vagyunk, a Bakonyban, Magyarországon, a kvártettemmel, kifejezetten erre a célra alakult kvártettemmel fölveszünk most egy lemezt itt az erdő közepén. Leraktam a színpad mellett a hőse díjat, a várományos tobozaidat. Tapsolj egyet, Viktor! Az egy plusz csavar az egész dologban, hogy én nem hoztam magammal hangszereket, tehát én ezeken a körülöttem lévő mindenféle dolgokon zenélek, fákon, köveken, csigán, találtam egy ilyen kis csiga házat. Olyan elképesztő atmoszféra és akusztikája van az erdőnek, és olyan erőt és olyan energiákat kap tőle az ember, ami nagyon izgatott, hogy ez milyen irányba tud alakítani egy lemezfelvételi folyamatot. Meg hát, hogyha nagyon nagy szavakat akarnék használni, akkor azt is mondom, hogy azt gondolom, hogy ez maga a jazz.